Galántai György egy fiatalember, mégpedig a karaktere egy fiatalemberé. Emlékszem, amikor megismertem, meglepett, hogy milyen idős. Kiderült, hogy 32 éves volt, és ilyen gyerekképű emberként ismerte meg a 71-72 körül. Tehát, és ez a fiatal gyermeki arc, ez még mindig előttem van. Tehát ez mondjuk, én úgy mondom, hogy ez egy karakterjegye a Gyurinak. És hogy egyébként milyen, hát még hozzáteszem azt, ami, hogy iker, ugye a Gyuri is iker, én is iker vagyok. Tehát ez mind arra utal, hogy valahol sok a rokonság. Tehát sok az olyan vonás benne, ami nekem nagyon, nem hogy tetszik, hanem alkatilag is közel áll hozzám. Az ő játékossága és a agyának a nyughatatlansága. Én már sajnos nem vagyok olyan nyughatatlan agyilag, mint ő még mindig, pedig van köztünk 11 év. Tehát ez a másik, ami a Gyurinál nagyon jó, de mondjuk ez nála már egy alkatból is következő felismerésnek a tudatos és erőteljes koncepciózus végigvitele, hogy tudnélik ő a kulturális életnek és az életnek a szervezését azt olyan művészeti tevékenységnek tekinti, és ezért tulajdonképpen hagyományos értelemben a saját művészi karrierjét is kockáztatta, hogy a szervezés, a művészet környezetének a formálása, a kulturális tudat és intézményrendszer formálása, az legalább olyan fontos, mint a művészi tevékenység maga, vagy legalábbis egyenértékű művészi tevékenység. És ezt a Gyuri személyétől függetlenül lehet igazolni, hiszen hogyha körbenézünk az európai kultúrában, akár a század elejére visszanézve, tehát a dadaistákra, vagy Marinettire, vagy a század második felében a fluxusistákra, az ő kedvenceire, a McCunnessra, vagy Macunnessra, és a többiekre, mind az derül ki, hogy a legnagyobb tettek egyike a környezetteremtés. Tehát az is alkotó munka, sőt,